Az iszlám állam harcosai szökhettek meg egy szíriai börtönből a földrengést kihasználva. Az AFP francia hírügynökség beszámolója szerint a török határ melletti rájó katonai börtönében a földrengés után lázadás kezdődött és körülbelül 20 fogvatartottnak sikerült kimenekülnie. A börtön csak nem 1300 rabját gyanúsítják azzal, hogy az iszlám államhoz tartozik. Balázs és vendége folytatja. Nagyon szépen köszönjük, már itt is velem szemben Horváth József, az Alapjogokért központ biztonságpolitikai tanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hallhattuk a felvezetőben, tehát, hogy 20 rabnak sikerült megszökni ebből a börtönből, iszlám állam harcosa is köztük vannak. Sikerülhet-e nekik ebben az esetben Európába szökni? Hát az az útvonal is nyitva van sajnálatos módon, azt kell, hogy mondjuk, hogy Európa felé, akár a balkáni útvonalon, akár tengeri útvonalon, Európa az nem egy bevehetetlen erőd, tehát látjuk azt, hogy akinek pénze, információja kapcsolatban, vannak, azok bejutnak az Európai Unió területére, tehát ez egy reális esélyként kell számolni sajnálatos módon. Mit tehetnek ilyenkor a hatóságok? Tehát mire kell figyelniük, hogy tudnák megakadályozni azt, hogy ők bejussanak a kontinensre? Hát nézze, egyrészt van egy nemzetközi együttműködés, tehát ezekkel keresztül nyilvánvaló, hogy az érintett útbaeső országok mondjuk információkat kérhetnek a hatóságoktól a börtönben onnan elszökött személyeknek a személy leírását, személyazonosságát, ami segíti azt, hogy könnyebben be lehessen őket azonosítani. Akár azt is, hogy milyen tevékenység miatt vádolták őket, milyen bűncselekményeket követtek el. És ezek után a titkosszolgálatok, akár belső informátorokkal, akár technikai ellenőrzés útján gyűjthetnek információt, hogy az adott útvonalon, amit nyilvánvalóan az adott ország szolgálata igyekeznek minél erősebb kontrollat tartani, feltűnnek -e ezek a személyek, és ha igen, akkor képesek intézkedni. Ugye ilyen, mindig azt szoktuk mondani, amikor elfognak mondjuk migránsokat a déli határnál itt Magyarországnál, hogy Azerbajdzsáninak vallották magukat, Afganisztánk vallották, innen vallották magukat, mert hogy nincsenek papírjaik. Na most ilyen esetben azért most lehet tudni majd a személyazonosságát, tehát ha megjelennek mondjuk a magyar déli határnál, azért ki tudják őket szűrni a hatóságok, vagy ennél azért bonyolultabb a helyzet? Egyrészt bonyolultabb a helyzet, másrészt azért megvannak erre a technikák. Emlékezzünk arra, hogy mondjuk a 2015-ös migránsválság kapcsán is itt Magyarországon is nyelvi szakértők pontosan be tudták azonosítani, hogy mondjuk az arabot melyik területen milyen nyelvjárásban beszélő emberrel ülnek szemben, és hiába mondta azt, hogy ő Szíriában, van azt mondták, hogy ő egyébként mondjuk egy marokkói, vagy egy egyiptomi, vagy más nyelvjárásokat beszélő ember, tehát onnantól kezdve legalább lokalizálni egy tágabb környezetet sokkal egyszerűbb, és szembesíteni azzal, amit ő állít. Milyen veszélyeket hordoz magában az, hogy a biztonságpolitikai szempontból természetesen, hogyha bejutnak az iszlám állam harcosai ide Európába, akik most megszöktek ebből a börtönből? Hát azt látnunk kell, hogy ezek az emberek megjárták a poklot. Egyrészt, mint harcosok, olyan ö, műveltekben vettek részt, amit mi Európában szerencsére eddig nem tapasztaltunk meg, illetve az, hogy őket bebörtönözték, és azok a börtönviszonyok nem hasonlíthatóak össze, mondjuk egy európai börtönviszonyokkal, tehát egy kiemelten frusztrált személyekkel állunk szemben, akik kérdés az, hogy hol tölti ki a dühüket, az elkeseredettségüket, és adott esetben itt kezdenek álmok futásba, itt csatlakoznak egy alvósejthez, felveszik a kapcsolatot az illegális ISIS-nek a helyi vezetőivel, vagy a szervezet bűnözés szívja fel őket, akik azt mondják, hogy az ilyen agresszív, akár gyilkosságokra, terrorcsekményekre hajlamos emberekkel egy területszerző banda háborúban ilyenekre mindig szükség van sajnos. De azt mondja, hogy hajlamos emberekkel, de ez ezek az emberek, ezek kiképzett emberek, akár terrorcselekményekre, akár egyéb erőszakos. Lehetnek kiképzett emberek is, ugyanakkor egy háborúban tudjuk azt, hogy a, a legjobb kiképző mindig a való élet, tehát aki mondjuk az ISIS frontvonalában harcolt, akár kihallgatásokban vett részt, látta azt, hogy hogy készítenek bombákat, mi kell hozzá egy időzítőt, hogy lehet összeállítani egy mobiltelefonból és néhány egyszerű alapanyagból, ezeket ott a napi életben meg tudták tanulni, és ezek az ismereteket, hogy úgy mondjam, nem kell utána egy iskolapadban neki el sajátítania. Tehát ebből a szempontból ez a tudás, amit ők mindennapi életben szedtek össze, adott esetben még sokkal veszélyesebb, hiszen ők már ezt ki is próbálták, gyakorolták. Ez a konkrét eset, amiről az elmúlt percekben beszélgettünk, ez csak egy nagyon-nagyon pici és apró a migrációnak, amely, ahogy itt Bakondi tábornok is beszélgettünk róla, a holnap kezdődő Európai Uniós csúcs találkozó egyik fő témája lesz. Ön szerint mik azok a legfontosabb kérdések, amelyeknek mindenképpen előtérbe kellene kerülniük ezen az uniós? csúcs találkozom. Itt én azt gondolom, hogy két csomó pont van pillanatnyilag, ha a biztonságunkat veszük alapul. Az egyik az, hogy a Európa külső határainak a biztonságának a garantálása. Ugye ez most fordulat, most már a bizottság és az Európai Néppárt is ezt mondja. Legyünk optimisták, nem, hogy a szavak után a tettek is követni fogják mindezt, mert szavakban már annyi mindent hallottunk. Másik én azt gondolom, hogy az pedig a kitoloncolások kérdése. Hogy azok, akik idáig bejutottak az Unióba, és semmiféle jogalapjuk nincs az Unióba való tartózkodásra, az Unió Képes legyen arra, hogy gyorsan és nagyon hatékonyan kiutasítja ezeket, és a határon túl át is szállítja őket, és addig képes legyen arra, hogy mondjuk zárt táborokban őrizze őket, és ne lehessen lehetőségük a mi idáig egy bevett gyakorlat, hogy akár jogvédő szervezetek, akár bűnszervezetek segítenek nekik abba, hogy eltűnjenek a hatóságok látóköréből. A két csomópontból nézzük meg egy picit az elsőt, erről esett többször az utóbbi időben az Unióban. Ez a külső határok védelmes van egy nagyon fontos kérdés, amiről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt tegnap az uniós csúcs előtt, hogy a határkerítéseknek a finanszírozása. Eddig milyen szerepet töltöttek be ezek a határkerítések, mert amikor Magyarország 2016 nyarán, ha jól emlékszem, hogy megépítette ezt a bizonyos kerítést, akkor kaptunk hideget, meleget, aztán hirtelen kerítésépítési láz kezdődött ugye Európában, most pedig már az Európai Néppárt, aki eddig ugye a baloldallal egyetértve azt mondta, hogy nincs szükség ezekre a kerítésekre, és mindenkit be kell fogadni, aki jön. Az most már ők is azt mondják, hogy szükség lenne ezekre a kerítésekre, és finanszírozza ezt a bizottság, aki eddig nem volt ezt hajlandó megtenni. Hát valóban így van, egyrésztről magukat a kerítés építéseknek a finanszírozásába idáig az Unió nem volt hajlandó e, aktívan támogatni ezeket az országokat. Másrészt azt se felejtsük, hogy nem csak egyszerűen meg kell építeni ezeket a kerítéseket, ezeket folyamatosan üzemeltetni kell, érőerősörzést is kell hozzá biztosítani, illetve folyamatosan szervizelni és modernizálni kell őket, hiszen látjuk azt, azt, hogy akár milyen fizikai károkat is okoznak az illegális bevándorlók, átvágják a kerítést, megrongálják szándékosan, tehát itt egy folyamatos munka van, ami egy államnak folyamatos kiadásokat is jelent, és ha megengedi még egy dolgot, szerintem itt érdemes lenne a kerítések kapcsán, az Unió képes lenne ezt kezelni, akár egy egységes biztonsági rendszer kiépítését is, hogy tudjuk azt, hogy milyen rendszereket üzemeltetünk, akár mai technológiával, interneten keresztül egymás kamera rendszerébe segíteni, beletekinteni, hiszen hogyha náluk már valaki föltűnt, a másik országban újra látják azt, de egy az felismerő rendszer be lehet azonosítani, és azt mondja, hogy ő egy agresszív, veszélyes bűnöző, akkor a hatóságok már másképp lépnek föl, adott esetben oda koncentrálják az erőiket, hogy semmiképpen ne léphessen be az unió területére valaki. Ja, ez egy szakmai kérdés, ez a biztonságpolitikai kérdés ez ebből a szempontból, ha megengedi, tudom, hogy ez politikai kérdés, de lát-e fordulatot, lát-e esélyt arra azzal, hogy az Európai Néppárt és az Európai Bizottság is úgy látszik, hogy meggondolta magát, még ha, ahogy ön fogalmazott, ez eddig a szavak szintjén történt is, de lesz ebből tett, tehát... Lehet, hogy most még nem lesz olyan, amit mi szeretnénk, de hogy előbb-utóbb ennek meg kell történnie, abban biztos vagyok, hiszen látjuk a felméréseket, a közöny kutatásokat, a nyugat-európai emberek hangulata hogy változott meg, hogy veszett el a biztonságérzetük, és az elmúlt napoknak az értelmetlen gyilkosságai, terrortámadásai, amiket nem minden ország ismerett terrortámadásként, de én azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy közelednek az uniós választások, én mindenki szeretné azt, hogy az uniós polgárok rájuk szavazzanak, ennek pedig én azt gondolom, hogy jövőre egyik kulcskérdéssel lesz a migráció és a biztonság. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.